Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunk első felében mesével, zenével és játékokkal elsősorban a kicsikre, azt követően pedig a kamaszokra fókuszálunk. Tartsanak velünk! A meséket és játékokat korosztálytól függetlenül mindenki szereti. Hogy mindennek milyen hatása van kicsikre és nagyokra, arról a következő percekben egy igazi mesemondóval beszélgetek. Szereted a népmeséket? Igen, szeretem kicsit. Igen. És jól érzed most itt magad? Igen. A 7 éves Plecser Gergő is részt vett a Gárdonyi Géza Művelődési Ház élőszavas meséléssel, vizuális alkotó és játékos feladatokkal tarkított október végi foglalkozásán. Az intézmény Mesekincstár elnevezésű programja tárt kapukkal és nagy szeretettel fogadta a családok apraját, nagyját. Milyen programokkal várjátok az őszi szünetből a gyerekeket, illetve hogy most mi zajlik a háttérben, erre vagyok kíváncsi. Jelenleg Mesekincstár téma nap zajlik, a mai nap délután, holnap pedig délelőtt hirdettük meg, ahol a gyerekek élőszavas mesemondással találkozhatnak, és utána pedig egy kis kézműves foglalkozással a meséhez kapcsolódóan. Csütörtökön pedig tök faragásra várjuk a családokat, illetve egy ilyen tökös felvonulásra a végén. Igyekszünk az őszi szünetben mi is gondoskodni egy picit a családokról, meg a szülőkről, az elhelyezéséről a gyerekeknek. Mennyi idős gyerekeket vártok a programokra? Mindig óvodáskortól kezdődően várjuk a gyerekeket körülbelül, és egészen az általános iskolás korosztályig. Említetted, hogy kézműves foglalkozások lesznek. Melyek lesznek ezek? Ma az aranyszörű bárányhoz kapcsolódó új bábokat készíthetnek a gyerekek, holnap pedig meseerdőt, aranyerdőt, ezüsterdőt és mindenféle mesével kapcsolatos erdős dolgokat. Amiket készítenek, azt haza is vihetik majd? Abszolút igen, mindig úgy tervezzük a programokat és a foglalkozásokat, hiszen ez a gyerekeknek egy nagyon nagy élmény, hogy ők ezt elvihetik haza, hiszen ők készítették a saját kézműves dolgaik. Terveztek-e esetleg a későbbiekre vonatkozóan is hasonló programot? Igen, ugye a népmesepontunk az jelenleg fenntartási időszakban van, és úgy működik, de igyekszünk ugyanúgy a családi programokat megtartani, a havi egy témanapokat, hiszen ez amíg a népmesepontos pályázat tartott, ez akkor is nagyon nagy élmény volt a családoknak, és szerettek hozzánk járni. Hú, ez egy titkos levél, ez úgy jelent, hogy sincs úgy. Ott van. A közös játéknak, a népmesének, de legfőképpen az élőszavas mesének a gyermekek érzelmi és értelmi fejlődésére, kreativitására és fantáziájára, de még a probléma megoldó képességére is nagy hatása van. Mi a jelentőség a népmesének, vagy egyáltalán a játéknak a gyerekek számára? Szerintem mind a kettőnek óriási jelentősége van. Igazándiból mi az élőszavas népmesét propagáljuk, tehát azt, hogy ne csak könyvből vagy tévében nézzenek a gyerekek mesét, hanem élő szóban hangzódjanak el mesék, mindig a hallgatósághoz igazítva a mese hosszát és a mesének tulajdonképpen a tartalmát. Bebizonyítható tény, hogy amíg a rajzfilmen nézett mesét a gyerek nem tudja a pluszban elképzelni, tehát akár ijesztő is lehet neki, a hallott mesét csak olyan szintig fogja elképzelni, amit az ő lelke elbír. Tehát a sárkányos mesék után is, hogyha rajzoltatunk, nagyon kedves és tündéri sárkányok is születnek, hiszen a gyerek nem egy szörnyűséget fog tudni elképzelni. És azt gondolom, hogy a közös játék a szülővel vagy a nagyobb testvérrel pedig egy nagyon fontos dolog lenne minden család életében. Ezért is terveztük azt, hogy az őszi szünetben tartunk ilyen napokat. Egete, pegete, cukott a pé, ábel, bábel, dominé, csiszi á, csiszi bé, csiszi csosszi kompodé. Szereted a népmeséket, Zsófi? Igen. És ezzel kapcsolatban készítetted ezt a szép képet? Igen. És az előbb játszottatok. Mit játszottatok? Utagattunk. Sárkányt, hercegnőt és lovagot. És mi a te kedvenc népmesél? Melyik mesét szereted a legjobban? A hercegnőszet. És szoktatok otthon mesélni anyával a fámon? Igen. Egy boszorka van, három fia van,
iskolába jár az egy, másik bocskort varni megy, a harmadik künnapadon a dudáját fújja nagyon, dana-dana-dan. Nincs életkori megkötés, mondhatjuk azt, hogy a családok apraja nagyjának egyaránt hasznos és jópofa foglalkozás lehet, ami itt történik, hiszen a népmese az mindenkinek, és a játék mindenkinek jó. Igen, én azt gondolom, hogy eredendően a népmese nem is gyermekműfaj, hanem felnőtt műfaj volt. Akkor még nem létezett tévé és nem létezett mozi, ott felnőtt emberek meséltek pihentetésképpen egymásnak, sokszor éjszaka, tehát aratásnál, vagy bányászoknál, vagy katonáknál, vagy szénégetőknél volt szokásos a mesélés. A gyerek addig volt ott, amíg nem aludt el. Tehát, hogy nem küldték onnan el, de nem a gyerekek szórakoztatására mondták a meséket. Tulajdonképpen a mai sorozatoknak a megfelelője volt a régi mese. A magyar népmesekincsben nagyon sok tündérmese van, amit akár több napon keresztül is mesélt egy jó mesemondó. Nagyon tisztelték a mesemondókat a falvakban. Különböző alkalmakra hívták őket meg, és akkor az egész társaság össze tudott gyülekezni. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház munkatársai őszi-téli programjaikra továbbra is várják szeretettel az érdeklődőket. A népmese.hu eseményeiről érdemes előre tájékozódni az intézmény online felületein. Gombaházi Zengő Manóval kalandoztak a Gyöngyvirág óvoda növendékei, miközben vonós hangszerekkel ismerkedhettek meg. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar hangszervilág sorozatának célja az, hogy interaktív módon vezesse be a legkisebbeket a komoly zenevilágába. Zengő Manó a színek és a hangszínek nyomában. Komoly zene játékosan. Így foglalhatnánk össze azt az előadás sorozatot, amelyel az Alba Régia Szimfonikus Zenekar tagjai óvodákban mutatják meg, milyen kifejező és csodálatos a zene világa. A zenészeknek köszönhetően a kicsik az egyes hangszercsaládokkal ismerkedhetnek meg játékos formában, klasszikus zenei kísérettel mondókázva és gombaházi Zengő Manó kalandjait felfedezve. A rendhagyó koncert házigazdája Szőnyi Anna, aki maga írja és adja elő a mesét a gyerekeknek. Maga az interaktív történet és az, hogy bevonjuk őket különböző magyar népi játékokkal, kisebb dalokkal, megmozgatjuk őket, és mindeközben hallanak a klasszikus hangszerekről, ez nagyon magával ragadja őket. Zenészként is azért egészen más kicsiknek játszani, mint egy nagy zenekarban egy koncerten. Ez így van, bizonyára a zenészeknek is egy örömteli pillanat az, hogy kisgyerekeknek mutathatják be. Olykor meg is szoktam kérdezni őket az előadás közben, hogy ők mikor kezdtek el zeneiskolába járni, hogy mik voltak az első benyomásaik, és hogy végül is miért ezt a pályát választották maguknak. Tehát akkor ez egy kicsit ilyen kedvcsináló is? Mindenképp. Tehát, hogy a célunk az, hogy a látogató gyerekek, akik megtekintik az előadást, azok később akár beiratkozhassanak a Herman László zeneiskolába, és egy-egy hangszeren elkezdjenek tanulni. És erre támasztom rá a hangszer, és még egy dolgot hoztam meg, nevezünk magyarul, hogy hangfogó. Magatokra is rá tudjátok néha rakni. Ez a program egyébként nem csak a gyerekeknek élmény, hanem az ide látogató zenészeknek is. Nyilván a zenei nevelés a legkisebbeknél, és a zenéhez szoktatás a legkisebbeknél kezdődik. Az a célunk, hogy minél jobban megismerjék a gyerekek a zenét, minél könnyebben jöjjenek aztán később koncertekre, és ezért kezdtük náluk az óvodába, majd utána folytatjuk a partitúrával, és egészen eljutunk a kamarazenéig és a nagyzenekarig a színházban. Egy városi zenekarnak ez akkor azért küldetése is, hogy ne csak egy területre fókuszáljon, hanem egy egész társadalmi réteget fogjon magába? Abszolút így van, és a zenészeink imádják ezt az óvodai foglalkozást. Először most a vonósokkal kezdünk. Itt a hegedűt, a brácsát, a csellót és a nagybőgőt ismerhetik meg a gyerekek, de végigmegyünk az összes hangszercsaládon, úgyhogy ebben az évben 4 foglalkozást tervezünk a gyerekeknek. Programban bármelyik fehérvári óvoda részt vehet, az intézmények nyitottak rá, hiszen a nevelés fontos része a zenei érzékenyítés.
Most már immár hagyomány, hogy minden évben felvesszük a kapcsolatot a zenekarral, és ők ajánlanak nekünk előadásokat, mindig tematizált az előadás, tehát különböző hangszerekre fókuszálnak. Most a mai nap a vonósokkal fognak a gyerekeknek játszani, és nagyon, nagyon nagy sikerű mindig ez a program. Igyekszünk a középső nagycsoportosokat erre a programra mindig elhozni, és hát próbálnak a program alapján bevonni a gyerekeket, közösen énekelni, hangszereket bemutatni, és ez egy ilyen interaktív közös játék. Közben pedig a zenei nevelésnek egy nagyon fontos területe, mert hát azért a mai korban nem jellemző, hogy óvodáskorú kisgyerekeket akár koncertre visznek, vagy egyáltalán találkoznak olyan hangszerekkel, amik nem a most divatos pop zenei hangszerek és dalok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés afelé, hogy zenekedvelő, nyitott gyerekeket neveljünk. Az élmény pedig maradandó lehet, hiszen a gyerekeket magával ragadta a mese és elvarázsolta a hangszeres élő muzsika. Erről árulkodott az előadást kísérő Taps is. Nem könnyű a kamaszkor sem a gyermek, sem a szülő számára. A következő percekben tanácsadó pszichológus foglalja össze, hogy mi az, amire érdemes figyelni ebben az időszakban. Vendégem a stúdióban Dorotovics Milena tanácsadó szakpszichológus, akivel hát a kamaszkornak a nehézségeivel fogunk foglalkozni. Ez a kamaszkor, ez mondjuk a szülőknek nehézséget jelentett, aki benne van, az nem biztos, hogy így éli meg egyébként. De hogy mit is jelent ez a kamaszkor, hány éves kortól kezdődik, és hogy mi minden jellemzi, azt megtudhatjuk tőled. Köszöntünk itt a stúdióban. Szia, köszönöm, hogy jöhettem. Hát igen, nem egyszerű a kamaszkorszak, sem a szülőknek, sem a kamaszoknak. Hát legkorábban 8-9 éves korba kezdődik, inkább azért 10-11 életkorba, és hát kitolódik így az utóbbi időben, tehát ez a 18-tól inkább a 20-21-2 néhány éves korig tolódik egészen a kamaszkor. Hát a kamaszkorról azért jó a szülőket egy kicsit tájékoztatni ilyen pszichológiai szempontból, hogy kicsit érezzék, hogy a gyerkőc miért viselkedik úgy, ahogy viselkedik, mert hogy nagyon sokszor azt érzem a szülőkben, hogy ilyen bűntudatuk van, hogy elrontottak valamit, vagy valamit nem jól csinálnak, ami nincs így. Tehát, hogy most üzenem, hogyha egy kamasz gyerek otthon elkezd másképp viselkedni, hogy viselkedett, akkor nagyon jól csinálták eddig, mert hogy ez természetes velejárója a kamaszkornak, a serdülőkornak. Hát mindenféle változást meg kell élniük, ez nagyon nehéz a kamaszoknak, testi változások, lelki változások. Na most a testükben rengeteg hormon szabadul fel, hormonbomba van, tehát nem csak a nemi hormonok, hanem a pajzsmirigy, mellékvese, adrenalin, tehát például a fokozott ingerlékenység innen is jöhet náluk, akkor ugye a agyban az amigdala érzelemközpont fokozott aktivitást mutat, ez például a heves érzelmi reakciókat, amikor fogadjuk szülőként, akkor jó, ha eszünkbe jut, hogy van egy kis agyterület, ami most nagyon-nagyon aktív nekik, illetve hát a frontális lebenybe, a gondolkodás, a kritikai gondolkodás, a döntéshozata, ott is integrálódnak a különböző kis idegsejtek, tehát hogy ők, nekik egy elég erőteljes testi változásuk van. Nő a testsúlyuk, a magasságuk, nemi érésük van, tehát hogy újra rendező a fiúknak ugye mélyül a hangjuk, tehát hogy meg is kell, hogy szokják az új magasságukat, a mozgáskoordinációjukat újra, tehát hogy nem érzik magukat a bőrükbe olyannak, amilyen korábban volt, tehát hogy őket ez eléggé megviseli. És akkor ugye ehhez jönnek a lelki hatások, hogy nagyon szeretnének függetlenedni, nagyon szeretnének önállóak lenni, ami teljesen normális, és ilyenkor keresik a identitásukat, szakmai nyelven így hívjuk, azaz az önazonosságukat, amikor kialakul, hogy ki vagyok én, miért vagyok ez, hová tartozom, mit akarok csinálni. És ez az a késztetés, ez az a vágy, ami megnehezíti az ő dolgukat, mert ahhoz, hogy az új értékrendeket, új ingereket beépítsék, ahhoz el kell engedni a régit. És ezért van az, hogy egy picit lázadunk a szülők ellen, ezért van az, hogy nekem te nem mondd meg, én nem akarom úgy csinálni, ahogy te csinálod, és ez egy jó dolog, tehát hogy ilyenkor ne ijedjünk meg szülőként, hanem ő próbálja elengedni a régit, amit a szülő képvisel, azért, hogy újakat tudjon befogadni. Ez nem jelenti azt, hogy nem fogja a szülői értékrendet továbbvinni, csak most ebbe a próbálkozásos fázisba van, amikor meg kell próbálnia mindent.
És a kortársaknak a szerepe, a barátkozás, az felértékelődik, és ott egy olyan terepen lehetnek, ahol önállóak, ahol mondjuk nincs egy ilyen hatalmi hierarchia, hogy szülő és gyerek, hanem egyenrangúak, kipróbálhatnak dolgokat. Hát igen, néha kicsit lázadnak, néha kicsit szabályszegnek, de ez is kell nekik ilyen próbatétel kihívás, hogy jól ki tudják próbálni magukat különböző szerepekbe. Hogyan tudjuk segíteni a kamaszokat, hogy jól éljék meg a kamaszkor, de hogy mi se... Zakanjunk bele, mondjuk ezzel a szóval. Igen. Hát nagyon fontos az, hogy tudjuk tudatosan, hogy nekik felborul az alvásritmusuk, hogy szükségük van alvásra, tehát arra mondjuk odafigyelni, hogy késő estig ne maradjanak fönt, ami ugye azért elég szeretettel előfordul a mobilnyomkodással, tehát azért erre azért tudatosan oda lehet figyelni. Illetve arra, hogy tudjuk, hogy ők most egy ilyen nagyon érzékeny szakaszban vannak, és ne vegyük föl úgy az ő viselkedésüket, az ő kis szemtelenkedésüket, ne vegyük magunkra, hanem mindig tudatosan egy picit kívülállóként próbáljuk azt érezni, hogy neki most nagyon sok belső vívódása van és dolga, és ő hiába szemtelen, attól ő ugyanúgy szeret minket, és ugyanúgy vágyik a mi szeretetünkre, csak most épp nem az a helyzet van, amikor ezt ő ki tudja mutatni. Úgyhogy szülőként el kell fogadni ezt a helyzetet, feltétel nélküli szeretetet kell és odafigyelést kell biztosítani. Nyilván a korlátok és az engedményeket azt azért tartani kell, tehát azért nem az van, hogy most már mindent lehet, mert azzal sem tud élni egy serdülő, de az ilyen öncélű, merev, családi szabályokat azért felül kell írni, és több önállóságot, több döntéshelyzetet kell biztosítani nekik, hogy ki tudják ezt élni. Ne nekik kelljen a szabadságot kivívni, hanem adjuk oda nekik. Ezt mondod is, hogy a barátoknak fontos szerepe van ilyenkor az ő kamasságukban, hogy ugye fejlődésükben. Ez azt jelenti, hogy akkor kicsit engedjük őket tovább elbulizni, tehát engedjük, hogy a saját társaságukkal legyenek. Igen, igen, ennek azért van nagyon jelentősége, mert ebbe a korba már, mint kisiskoláskorban, ha mondjuk azt azok a kiskamaszok, ezek a 8-9-10 évesek, barátkozása inkább közös érdeklődés, sport, tehát ott még a szülő irányítja, úgymond a barátkozást, addig már így serdülőkorban 12 éves kor fölött már hasonló kezd el választani barátjának azért, hogy megerősítse önmagát, hogy akkor ez jó, amit én gondolok, mert ő is ilyen. És igen, fontos, hogy ezeken a terepeken ők minél többet éljék át a kudarcot, éljék át az érzelmi csalódásokat, tehát hogy ezektől nem tudjuk őket megvédeni, úgy tudjuk őket megvédeni, ha hagyjuk, hogy ezeket átéljék, mert ez fontos dolgok, hogy szorongjunk, fontos dolog, hogy frusztráltva érezzük magunkat, mert ezekből tudunk tanulni. Ugye mondtad, hogy már 8-9 éves korban elkezdődik ez a kamaszkor, nekem is van egy 9 éves kislányom, hát időnként vannak problémáim vele, ez nagyon tud hisztizni is például. Ilyenkor azért van, hogy nekem is elgurul a gyógyszerem, és elkezdek vele kiabálni, de nyilván nem teszem akkor jól, mert kicsit vele kéne érezni, most próbálom azért így, hogy kicsit vele érzek, de hogy lehet-e őket büntetni? Most a büntetés nem testi fenyítésnek értem, hanem hogy bármilyen megvonást, ez jót tesz-e, vagy inkább ne büntessük a gyerekeket, amikor hát ez a kis tomboló, lázadó időszakuk elkezdődik, már akár 8-9 éves korukban. Én úgy gondolom, hogy a büntetés az sosem motiváló. Tehát, hogy valahogy mindig olyan nevelési eszköz kell előhúzni, amiben azt érzi, hogy rendben van, elfogadlak így, hogy ez van, te is tudd, hogy én ezt így gondolom, de egy picit talán a serdülőknél legjobban, amit szoktam terápiában a szülőknek javasolni, hogy humorérzék. Mert avval el lehet venni a dolgoknak az élét. Mert ugye ők is tudják, hogy néha, hogy kicsit kritikusabbak, kicsit odamondták, és lelkiismeret fudásuk van, de nem fogja kimutatni, mert nem tudja kimutatni, nem is akarja, mert azért a hatalmi viszonyokat azért neki ki kell élni, hogy már ő önálló és független és le akar válni. Úgyhogy a humorérzékkel nagyon jól el lehet venni az élét, de közben megmarad a szülőnek a szabály, követő mi volt a. Például volt egy terápiában egy szülő, aki a gyermeket elküldte boltba, nagyon örült a serdülő, hogy önállóan mehetett boltba. Igen, ám, de amikor hazaért, akkor ott hagyta a bevásárolt dolgokat a konyha pulton. És hát nyilván ilyenkor a szülő mondhatja azt, hogy na jó, persze, tudsz vásárolni, de elpakolni már nem. Ez már egy ellenkezés, már egy provokáció szül. Na ez a szülő, ennek eszébe jutott, hogy na, a pszichológus azt javasolta, hogy humor, közölte a lánya, hogy gyere csak, nagyon sírnak ezek a tojások, és hogy beszeretnének menni a hűtőbe. És a serdülő rögtön nézett, hogy reagál apa, hogy miért ilyen vicces. És ő is érezte, hogy tényleg be kellett volna raknom, nem volt belőle vita, nevettek egy jót rajta, és bekerültek a tojások a hűtőbe. Tehát, hogy egy picit ne vegyük olyan komolyan ebbe az időszakba a konfliktusokat, kicsit lépjünk túl rajta, de nyilván fontos az, hogy a tojás azért bekerüljön a hűtőbe.
Igen, még mindig egy kicsit ne haragudj így a 8-9 éveseknél, igen, mert szerintem ez is sokakat érint. Ugye vannak ezek az okos eszközök, amik azért most már ott vannak, igen, sajnos vagy nem sajnos a gyerekeinknek a kezében. Ha esetleg ennek a megvonásával próbáljuk egy kicsit hát nevelni vagy büntetni őket, uh-huh, akkor, amikor éppen olyan helyzetben vannak, hogy már tényleg kicsit kezelhetetlen a helyzet, akkor ezt jónak látod-e? Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy a megvonás szó helyett inkább azt mondanám, hogy más lehetőséget biztosítok. Tehát, hogyha azt mondom a gyereknek, hogy elveszem tőled, és akkor nem játszhatsz, akkor avval azt üzened neki, hogy tudom, hogy ez neked jó, és én most egy jó dolgot el akarok venni tőled. Inkább máshogy fordítanám meg, inkább azt mondanám, hogy jó, játszhatsz még egy kicsit, de mit szólnál utána, hogyha elmennénk, vagy ezt és azt csinálnánk? Tehát, hogy nem egy ilyen büntetés jellege lenne, hanem inkább megmutatni azt, hogy a helyet mást is lehet csinálni. Tehát, hogy más programokat is ki lehet találni, hogy lehet menni sportolni, mozogni, csak sétálni egyet, vagy bármit. Ugye mondtad a testi változást, ami szerintem a férfiaknál vagy a fiúknál, legalábbis én a fiamnál nem vettem észre, hogy ez annyira traumatikus lett volna, viszont a lányaimnál látom, hogy ez, hát ez egy kicsit más, mert megváltozik a testük, az alakjuk, nehezebben fogadják el azt, hogy már nem olyan a testfelépítésük, mint volt. Ebben hogy tudjuk őket segíteni? Kell elmenni pszichológushoz, ha már azt látjuk, hogy a gyerek nem akar enni tényleg, mert hogy csak azon, hogy ő neki már pedig 50 kilósnak kell lennie és maradnia? Nagyon nehéz meghúzni a határt az evészavaroknál és egyéb ilyen testképzavaroknál. Amikor már funkciójában romlik, tehát a pszichiátriában úgy van, hogyha funkcióromlás van, tehát nem tud úgy teljesíteni, nem tud úgy aludni, nem tud úgy barátkozni, tehát hogy látszik egyéb más tünetből is, hogy ő neki ezt a testi, lelki érését, fejlődéseit, mindennapjait zavarja, akkor kell szakember segítségét kérni. Egyébként benne van a lányoknál a serdülőkorban az, hogy nagyon fontos az alak, nagyon fontos a test, és hogy ezek a különböző médiákban, ugye a különböző diéták és különböző irányzatok azért azok nagyon befolyásolnak tudnak lenni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a vendégünk, köszönöm, az Együtt magazinban, a stúdióban. Szerintem sok mindent azért megtudtunk beszélni, de nagyon-nagyon sok mindent, hát még igen, nem, ami például engem is érdekel, úgyhogy szerintem még vissza fogunk térni majd az Együtt magazinban erre a témára. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk köszönöm voltál. Köszönöm szépen. Ez volt már az Együtt magazin. Jövő héten is izgalmas témákkal várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!